karácsony csendje, karácsony éjjelén szárnyat növeszt a csend, s elindul a földre a jó emberekhez. Ünneplőbe öltözik a szív, a lélek, kigyulladnak lelkedben az ünnepi fények. Az esemény nyitásaként a tagok karácsonyi verseket szavaltak, és meggyújtották a 4 adventi gyertyát, melyek a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet jelképezik. A feldíszített karácsonyfa Svédországból származik, felajánlás alapján került a baráti körhöz. Az alkalmat megelőzően a szervezet egy 170 kilós disznót is vágott, ebből készült el az ebéd. Ennek a további részét majd a jövő évi programokon, például a nőnapon és a farsangi bálon fogják hasznosítani. A csoportnak a létszáma 76 fő, és ebből most jelen pillanatban 72-en vagyunk itten, de vannak olyan, sajnos olyan csoporttársak, hogy betegséget jelentettek ebben megint a covidos időszakban, és én úgy gondoltam, hogy azokat az nem csoporttagokat, de akik szívesen jönnek velünk állandóan kirándulni rendezvényeinkre, és most megtisztelem azzal, hogy a vándorlók családjának az évvégi, a szeretet ünnepére jöjjenek el, és itt vannak, együtt vagyunk, 72-en vagyunk itt ma. Egy nagyon-nagyon finom orjalevest csináltunk, utána lesz földhús sok-sok különböző szószokkal, mejszósz, almaszósz, paradicsomszósz, ezekkel fognak felszolgálni a földhúsok, és majd a főétel egy töltött káposzta, nem is káposzta, hanem galuska. Erdélyi receptet használunk évek óta, és ez fog lenni. Csoporttársak nagyon-nagyon aktívak voltak, nagyon-nagyon sok süteményt hoztak. Süteményezünk, desszertezünk. Zsinka János szerint az ünnepi időszakban az összetartozás különösen fontos. Egy családot teszek. Például a családapa akkor boldog, amikor meghívja az egész családját. Egész évben a család, akik vidéken laknak, haza-haza mennek, de igazán akkor, amikor van a karácsonyi ünnepség, az a szeretet ünnepe, együtt van a család. A csoporttársaink egész éve megyünk kirándulni, megyünk sok-sok rendezvényre. Van, aki egyiken van ott, van, aki a másikon van ott, de igazán most vannak itt, most vannak a szeretet ünnepe. Én azt gondolom, hogy nem az ajándékba kell mérni a szeretetet, hanem azzal a személlyel, azzal a családtaggal éreztetni kell a szeretetet, hogy odafigyelünk rá, gondoskodunk róla. Ha beteg, meglátogatjuk, vagy felhívjuk telefonon, kapcsolatot teremtünk vele, és érzi azt, hogy fontos a másik a számára. És ezen belül még van egy olyan nagyon jó dolgunk. Évekkel ezelőtt kitaláltuk azt, akinek van a névnapja, a születésnapja. Felhív, van a csoportnak az oldala, és a csoport oldalán mindenki megköszönt boldog névnapot, vagy boldog születésnapot. Érezze azt, hogy igenis fontos a csoportnak a számára. A csoport tagjai különböző változatos programokon, kirándulásokon vehetnek részt. Külön járunk, kirándulni járunk, az idén is voltunk. Kétszer voltunk Budapesten, egyszer voltunk a parlamentben, és ugyanazon a hétvégén meg elmentünk egy hajókirándulásra, elmentünk Szentendrére, megnéztük a skanzen, az volt az a két ilyen budapesti kirándulásunk, akkor volt egy, minden évben betervezünk egy napos kirándulást, elmegyünk környékbeli településekre. Most el voltunk Bölcskének az értékeit, olyan gyönyörű a kőgaléria, olyan gyönyörű, Magyarországon egyetlen egy település van, Bölcske, ahol még működik falusi mozi. Még ez is be van tervezve, hogy egyszer a csoport elmegy egy közös filmnézésre. A jövő évben többek között a Murgai Majálisra és Siogárdra is mennek. A csoporttagok különböző ajándékokkal is készültek, melyeket tombola formájában sorsoltak ki egymás között. Volt, aki különböző kézileg barkácsolt tárgyakkal készült, mások ételeket és italokat hoztak. Felk Márton, a szervezet tagja és Murga polgármestere szerint az idősek számára a közösségi rendezvények fontosak,
kiemelten azoknak, akik egyedül élnek. Baráti kör ez egy nagyon egy önszerveződő csoport, és hát nagyon sok programot készítenek, illetve rendeznek itt az évnek a folyamán. Egy összetartó gárda, nagyon jó itt köztük lenni, főleg az idősek véget is, ugye sok idős embernek ez az egyetlen egy olyan lehetősége, amikor ilyen közösségi rendezvények vannak, hogy végül jól érezzék magukat, és hát itt megtalálják azokat a számításokat. A hétköznapok egyedül léte után itt egy közösségbe tudnak összekovácsolódni, tehát hát egy közösségi szellembe gondolkodni ilyen téren. A csoport nagyon jól működik, mert különböző rendezvényeket, illetve hát nem csak kirándulásokat is szervez, és ilyenkor össze tudunk tartani. Nagyon jó példa erre, hogy itt ez a csoport ez minden évben ilyen meghitt körülmények között tartja ezt a rendezvényét. Tulajdonképpen ez talán a otthoni családi karácsonyra egy kis ráhangolódás, és ilyenkor úgy tényleg hát együtt vagyunk, együtt tudunk gondolkodni. Az eseményt a szokásokhoz híven a jövő évben is szeretnénk megtartani.